Mit gondol Sárközi elnök úrnak azon a javaslatáról, szerint csökkenti lehetne az üzemanyagoknak a forgalmi adóját, vagy esetleg egy plafont lehetne megállapítani? Bonyolult összetett javaslat ez. Az elmúlt időszakban minden ilyen javaslatra azt mondtuk, hogy ez nem jó irányba keresi a megoldást. De hát aztán most elég drámai dolgok történnek itt az energiapiacon. Ezért most azt mondom, hogy semmit nem szabad kapásból elutasítani. Hogyha drámaian új a helyzet, akkor lehet, hogy drámaian új javaslatok kellenek. Ugye az igazi kihívás az az, hogy ha lemondunk az adóbevétel valahány százalékáról, ez még tudja kompenzálni a nagyon nagy tempóban növekvő árakat, vagy sem, és hogy mire ösztönzi ez a fogyasztókat. Mert kétségtelen az lenne a szerencsés, hogyha az árnövekedésre elsősorban a hatékonyabb felhasználás, a takarékosság lenne a válasz, de egyetértek abban az elnök úrral, és ezt is képviseltem Brüsszelben, hogy most ne kapkodjunk. Most ne mondjuk azt ösztönösen arra is, hogy nem. Engedjük legalábbis, hogy nemzeti hatáskörben nagyobb mozgástér legyen. Általában nem hiszem azt, hogy adómérsékléssel lehet csökkenteni árakat. Nem gondolom ezt. De azt meg gondolom, hogy valamilyen jelzést kell adni a fogyasztóknak, hogy értjük, hogy itt nagy a probléma. De nem lehet ugyanakkor meg olyan jelzést adni, ami éppen ellenkező irányba viszi az alkalmazkodásokat, mint amit kellene. Szumma szummarum, azért válaszolok ilyen bonyolultam, mert nagyon bonyolult a helyzet. Szerintem nincsen egyetlen egy ilyen titkos kulcs, amivel ez a dolog megoldható. Pár évvel ezelőtt 27 dollár volt a olaj egy barellja. A 143. Ez ötszörös különbség. Ötszörös. Az igazi adóbevétel, a jövedéki adóbevétel az fix, az független az áraktól. Az általános forgalmi adó, amely arányos, azt a vállalkozók visszaigénylik, ott nem keletkezik többletjövedelem. Ezért aztán van itt egyfajta illúzió is, hogy pontosan mekkora ez a jövedelem, de újra mondom még egyszer, hogy számolni, kalkulálni, elemezni, hogy minek mi a következménye. Van egy másik hasonló idea is, ami nem változtatná meg arányaiban az adóterheket, ez a zöld adó kérdés, hogy arról szólna, hogyha a munkának az adóit csökkentenék, és a széndioxid vagy károsanyag kibocsátásnak a függvényében növelnék a termelésnek az adóit. Szerintem ez egy jó irány. Ez egy progresszív irány. Itt egy globális problémánk van. Mert ez nagyon könnyen, elegáns szóval csak delokációhoz vezet, azaz itt bezárnak egy gyárat, arrébb viszik 500 kilométerrel, ott kinyitják, itt elveszik munkahely, a szennyezés, a légkörszennyezés, az pedig különösen ennek az üvegházhatása, az globálisan jelenik meg. Azaz az lenne a szerencsés, hogyha átfogó globális megállapodásokat tudnánk kötni, hozzáteszem, mihez átfogó megállapodást tudnánk kötni, és mindenütt együtt emelnénk a környezetvédelemhez kapcsolódó adókat, akkor ez a probléma nem vetődne föl, de stratégiailag egy helyes irány. Csak azt kell elkerülni, hogy ennek legyen olyan nem kívánt következménye, hogy mi a teljes európai ipart arra kényszerítjük, hogy hagyja el Európát. Itt hagyunk egy csomó ipari és szociális problémát, munkanélküliek sokaságát. Itt közvetlenül nincsen károsanyag kibocsátás, de tudunk 1000 kilométerre van, ami ide fog jönni. Azaz szerintem a környezetvédőknek általában igazuk, amikor azt mondják, hogy utalva régi politikai szlogenekre, hogy gondolkodj globálisan és cselekedj lokálisan, ezeket az ügyeket, ezeket globálisan kell megítélni, de a fő irány szerintem is az, amit ön kérdez. Utolsó kérdésem lenne, az Unió nemrég tárgyalt Kínával, hogyan járulhatna hozzá Kína, hogy az Unióban és Magyarországon is növekedjen az energiaellátásnak a biztonsága? Kína a saját ipari fejlődésének abban a szakaszában valami sok tekintetben Európának a 20-as évek közepén lejátszódott fejlődésére hasonlít.
Hát energiafaló iparágok sokasága épül, hozzáteszem, ott párhuzamosan épül azért a high-tech is. Ha jól emlékszem a számokra, Kínának minden évben 20 millió új munkahelyet kell teremtenie. Képzeljék azért ezt el. Hát ehhez valami bődületes iparosítás kell. Össze kell egyeztetni lokális helyi nemzeti célokat, az iparosítás célját, a felzárkózásját a globális célokkal. Kína sok fejtörést okoz ezzel a hatalmas tempóval, amit diktál, sok területen. Az egyik az energia. A kínai energiaigény olyan tempóban növekszik, hogy a mai magas áraknak is részben ez az oka, hogy felborult a kereslet-kínálatnak az egyensúlya. Jelent ez nagyon erőteljesen egy környezetvédelmi problémát. Jól tudják, hogy az olimpia időszakára leállítják a közlekedést, hogy Peking levegője az olyan legyen, ami elviselhető. Hatalmas erőműveket még mindig szénnel fűtenek, és itt azért nagyon sok beruházás hiányzik, hogy ennek a következményét előbb-utóbb nem minden fizessük ki. És aztán vannak egyéb problémák, hogy azok az árok egyébként, amelyek elérnek Kínába, azok mindig minden Kínából elérnek Európába, mindig minden tekintetben megfelelnek-e a mi szabványainknak. Ez egy állandó vita az Unió is Kína között. Én egyébként ebben Kína jó indulatát látom. Ma nem ez a kérdés, hanem az, hogy a jó indulatra alapozva tudunk-e kellő gyorsaságban megállapodásokat is kötni a kínai vezetéssel, azaz a nemzeti érdeket, a kínai nemzeti érdeket összetett hangolni az európai és a globális érdekekkel, ez már nehezebb műfaj, de tárgyalásban kell lenni Kínával folyamatosan.